Ma Ukrajna a nyugati fegyverellátástól függ, és nem csak a légvédelmi irányított rakétákról van szó. Mert egyre több nyugati berendezésünk van, és ennek megfelelően karbantartásra, javításra, felújításra, utánpótlásra, valamint lőszerre van szükség. Jelentette ki kedden Júri Ignát Ezredes, az ukrán fegyveres erők légi erejének szóvivője az Ukrán Televízió hírműsorában. A szóvivő elmondta a The New York Times című amerikai lap, a Pentagon és a Fehérház meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva közölte, hogy az Egyesült Államok állítólag finanszírozás hiányában nem tud majd rakétákat szállítani Ukrajnának a Patriot légvédelmi rendszerhez. Nagyon óvatos vagyok az ilyen kijelentések kapcsán. Az is kérdés, hogy ezek miért születnek és kinek van haszna belőlük. Nem egyszer kommentáltam már ezeket a nyilatkozatokat és a nyugati sajtóból származó publikációk nem először jelennek meg. Tette hozzá az ezredes elmondása szerint Ukrajna raktárkészletének jelentős részét használta fel Oroszország utolsó három támadásának visszaverésére. A szóvívő elmondta, hogy Európában, az USA-ban és más országokban felgyorsult a közök gyártása, de bizonyos fegyverekből még mindig hiány van. Hiány van a légvédelmi irányított rakétákból, ezt senki sem titkolja. Úgy gondolom, hogy a nyugati partnerek jól tájékozottak a mi helyzetünkről a légvédelmi eszközök. Illetően hangsúlyozta Júri ihnát.